Tisztelettel üdvözlöm a nézőket a dental.hu Dentál Hírek külön kiadásával, élőben a Facebookon, felvételről pedig a YouTube-on. Itt mellettem rögtön az ablakban láthatják a dental.hu-n frissen megjelent cikket, mely szerint Dániában, illetve Norvégiában már visszatérhettek dolgozni a fogorvosok. Nagy mértékben megváltoztatja ez a most megjelent cikk a mai beszélgetésemnek az első kérdését, a nyitó kérdését, és nagy tisztelettel köszöntöm dr. Tuka Józsefet, aki itt van velem élőben. Fertő Rákoson, jól hallottam, hogy arra fele van? Fertő Rákoson, igen, itt vagyok az otthonban. Szervusz Mihály, nagyon örülök, hogy találkozunk itt a Dentálvördön kívül is, és köszöntöm a hallgatókat, nézőket, akiket nem látok, de remélem, hogy itt látnak engem. Rögtön az első kérdésem ez lenne, hogy ez, hogy Dániában és Norvégiában visszamehetnek a fogorvosok dolgozni, ez egy pozitív hír, tulajdonképpen azt jelzi előre, hogy hamarosan akkor Magyarország következik, ugye? Számukra sokkal fontosabb, hogy a kollégák innen 8-10 kilométerre Ausztriában már dolgozhatnak. Érdekes módon ott is csak egy ajánlás jött ki, hogy hogyan dolgozzanak, de már nyugodtan kinyithatják a rendelőt, és vállalhatnak bármilyen munkát, nincs megkötés. Értem. Hát akkor bele is csapunk mindjárt a lovak közé. Hölgyek és urak, ez a Dentál Hírek, a dentál.hu külön kiadása. Hölgyek és urak, akkor folytatjuk élőben a Facebookon és felvételről a YouTube-on. Dr. Tóka József a vendégem, aki normális esetben Sopronban egy egészen gigantikus, hatalmas klinikát vezet. Mi van most a klinikán? Zárva van minden, mindenki haza van küldve. Ha jól látom, akkor egy könyvespolc van a hátad mögött. Szóval mi a helyzet veletek? Köszönöm a gigantikus szót, de azért ez nem olyan gigantikus. Igaz, hogy a fogorvoslás mellett a esztétikai bőrgyógyászattal és a lézerszemészettel is foglalkozunk. 88-an dolgozunk a klinikán, és most 88 emberből 87 van úgymond szabadságon. Senkit nem küldtünk el fizetést vagy munkanélkülinek. Egy kolléganőnk vállalta azt, hogy ő bemegy a kórházba dolgozni, most egy műtősnő, és ezért felmondott nálunk, de azonnal visszavesszük, és vissza is jön, hogyha újra elkezdhetünk dolgozni. Az embereinkkel nagyon-nagyon tartjuk a kapcsolatot, és fantasztikus érzés számomra, hogy mennyire összetartó a csapat. Tehát tényleg ilyenkor derül ki a bajban, hogy ki az, akire lehet számítani. Nap mint nap levelezünk egymással a Facebookon, vagy bárhol máshol, Viberen, és a kollégák bejárnak a klinikára, kérdezik, hogy mit tudnak segíteni, stb. Stb. A fogtechnikán kicsit már talán dolgozik is, mert nagyon fontos, hogy az osztrák kollégák elkezdtek dolgozni, és néhány magyar srác, aki kint dolgozik Ausztriában, már munkát tud vállalni, és ők hozzák a fogtechnikai munkát, úgyhogy a technika már egy kicsit úgy döcögve, de már indul is. Hogyha egy dátumot kéne mondanod, hogy mit gondolsz, mikor térhettek vissza a normális kerékvágásba, akkor mi lenne ez a dátum? Nagyon szeretnénk, hogyha minél előbb, de szerintem 2-3 héten belül visszatérhetünk. Abból gondolom, hogy általában Magyarország követi egy kicsit Ausztriát, hiszen térben, időben úgy megyünk sorba, hogy Olaszországból indult, Ausztria megkapta, valamennyire átjött Magyarországon, de volt az a néhány hét laufunk, amiatt le tudtunk zárni mindent, és ezért sokkal kisebb a megbetegedések száma. Én hiszem azt, hogyha Ausztriában már dolgozhatnak az orvosok, akkor egy-két héten belül Magyarországon is lehetséges. A ti rendelőtöknél mi volt az első lépés, amit meghoztatok annak érdekében, hogy át lehessen lépni ezen a válságon, túl lehessen jutni rajta? Volt-e olyan kollega, akit esetleg meg kellett válnod? Volt-e olyan, akit alacsonyabb fizetése kellett beállítanod? Szóval hogyan menedzselitek itt a válságot pénzügyi oldalról? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és ebben jót tenni nagyon nehéz. Világos, hogy mindenkinek fáj az, hogy kiesik a jövedelme. Én azt mondtam, hogy csináltunk két csoportot, a fogorvosok és a technikusok eddig is viszonylag jól kerestek, nekik meg kell tudniuk élni, mert biztos, hogy van annyi tartalékuk. Az asszisztensnők, recepciósok, irodisták, takarító személyzet, ők támogatást kapnak tőlünk. Az első alkalom, amikor haza kellett küldenünk, Huszájból haza kellett küldenünk őket, akkor kaptak egy kisebb csomagot, megbeszélve az, hogy ez ennek 3 hónapig ki kell tartani, és 3 hónap múlva tárgyaljuk tovább a dolgot. Azóta eltelt ugye 1,5 hónap körülbelül, még talán annyi sem, és most indul a kormány támogatási programja, de hát nagyon nehezen, nagyon döcögősen. Adótanácsadó irodánk próbálja megfejteni a jogszabályokat, hogy hogy fog kijönni a 100%, a 70% támogatásban és a 10% saját általunk fizetendő pénzből, de nem tudjuk.
Sajnos a formanyomtatvány, aminek a beadására van összesen 3 napunk, még mindig nem jelent meg, tehát már csak 2 napunk lesz, hogy beadjuk az előző hónapot. Tehát egy kicsit úgy gondolom, hogy megy a kapkodás felsőbb szinten is, és hát mi próbáljuk kezelni a problémát. A válság kapcsán, vagy a járvány kapcsán számos ilyen protokoll jelent meg, ezeket aztán mondhatni széleskörű ilyen szakmai egyeztetés követte, tehát mindenféle hozzászólások érkeztek, már a kamara is foglalkozik vele. De mit gondolsz, ezeket a protokollokat az elkövetkező időkben érdemes lesz beépíteni a mindennapi gyakorlatba, vagy ezek csak most a járvány kapcsán időszerűek? Szerintem lesz egy néhány hónap, amikor az embereknek a félelme még megvan a járványtól. Ez nem csak az orvosok, hanem a technikusok és a betegek részéről is megvan. Aztán majd szépen megszokjuk mind a hátfájást, és szépen együtt élünk vele. Szerintem ez lesz a következő. Mi nagyon készülünk arra, hogy visszajövessünk, sőt, amikor kitört a járvány már Olaszországban, tehát a január-február hónapokban, elég sok mindent megrendeltem már ahhoz, hogy tudtam, hogy itt ebből baj lesz, meg már lehetett hallani, hogy kevés a maszk Olaszországban, stb. Stb. Kínából rendeltünk több ezer maszkot, KN95-öst. Nagyon fontos, hogy egy Facebook gyűjtésen keresztül nagyon sok támogatónk is jött, ezért a maszkoknak egy jó részét, 1000-valahány száz darabot szétosztottunk itt a házi orvosok között, mert nekik nem volt. A többi az már össze van készítve, sőt rendeltünk egy újabb adagot, hogy ez több hónapra elegendő legyen. Rendeltünk néhány ezer darab műtősköpenyt, sok-sok-sok-sok liter fertőtlenítőt, 50 arcplexit, üveglapot vagy plexilapot a recepciós pult elé, rendeltünk 10 darab pára elszívó készüléket, ami a turbinának a gőzét, páráját fogja tudni elszívni, és nagyon készülünk arra, hogy elkezdhessünk dolgozni. Tehát gyakorlatilag próbáljuk szűrni azt, hogy mi az, ami megvalósítható ebből a rengeteg ötletből, amit az interneten lehet találni, és mi az, ami nekünk igazából kell. Én úgy gondolom, hogy dupla maszkot fognak hordani a kollégák, alul egy KN95-est, fölötte egy normál orvosi maszkot, hogy ezt cserélgetni lehessen. Kap mindenki arcvédőplexit, meg szemüveget. 10 darab elszívónk van, ez a 13 rendelőre elegendő lesz, mert nem csiszol egyszerre mindenki. És egyszer használatos köpeny gyakorlatilag minden beteghez, és mindez 3-szor, lehet 3 dolgoznak egyszerre rendelőben. Úgyhogy készülünk. Amikor a válság elindult, ugye azért a soproni rendelőtök eléggé közel van a tűzhöz, ha szabad ilyet mondani, akkor mi volt az a legkorábbi időpont, amikor éreztétek, hogy itt baj lesz, és ez bizony be fog gyűrűzni Magyarországra? Márciusban, vagy már korábban, februárban? Tehát hol volt az a pont, amikor már egyértelmű volt, hogy itt nincs tovább, ez meg fog érkezni hozzánk is? Tudtuk, hogy meg fog érkezni, mikor Olaszországba kirobbant a járvány. Figyeltünk nagyon, hogy hogy zajlik és mit lehet tenni. Februárban kezdett el visszaesni a betegforgalom, és március 15-én meg egyszerűen leállítottak mindent. Azóta sajnos sok beteg kárára ott van egy pár átadatlan munka még az asztalunkon, és azt várja a kedves beteg, hogy megkaphassa. Természetesen nagyon sok mindent kiküldtünk postán, hogy valahol, ahol lehet az ideiglenes koronákat, kézkoronákat adassa át magának, hogy legyen foga, de ezt nem mindenkire tudtuk megtenni, elérni. Szerintem, ha elkezdünk dolgozni, akkor ez lesz az első, hogy ezt meg tudjuk tenni. Hát akkor nézzük, hogy milyen változásokat fog hozni a járvány. Ugye azt sokan mondják, hogy itt azért a leállás miatt nagyon komoly veszteségek érik őket, van olyan rendelő, amelyik azt fontolgatja, hogy be is zár. Te hogyan látod, milyen hosszú távú hatása lesz ennek a válságnak? Vajon az emberek vissza fognak-e térni a rendelőkbe? Ha igen, akkor mikor? Szóval, hogy mi fog történni a jövőben? Próbálj meg egy kicsit nekünk projektálni. A mostani bevételünk nulla. Hogy mennyi ideig lesz nulla, az attól függ, hogy mikor tudunk kinyitani. Aztán én számítok egy lassabb felfutásra, ami 3-4 hónap, aztán viszont egy nagyon jelentős erősödésre. Ez azt jelenti, hogy az embereknek, én legalábbis úgy gondolom laikusként, nem lesz lehetőségű drága külföldi utazásokra, mert félni fognak azért, hogy elmenjenek valamilyen kevésbé fejlett egészségügyel rendelkező országba. Tehát bízom abban, hogy megmarad az emberek pénze, és azt egy kicsit magukra fogják költeni. Ezzel azt értem, hogy ha kiajánljuk egyszerre a titánkerámia koronát és a teli kerámia koronát, akkor többen fogják a teli kerámiát, a drágábbat, jobbat választani, mert az autót megvették már a múlt évben, ebben az évben pedig megmarad a pénzük, mert nem tudnak utazni menni.
A belföldi turizmus, vagy az Európán belüli turizmus biztos, hogy fel fog futni, mert innen az emberek úgy gondolják, hogy könnyebben hazamennek. Most egy ilyen nagyhajós óceánjáró projektbe biztos, hogy nem investálnék, de három fogorvosi rendelőt azonnal tudnék most nyitani, mert én azt hiszem, hogy nekünk hosszú távon ez most jelentős növekedést fog jelenteni. Tulajdonképpen el kell indulni hozzá. Akkor azt lehet mondani, hogy ebben a válságban is igaz az az általános igazság, ami minden válságban, hogy investálni kell, fejleszteni kell, új utakat érdemes keresni, hiszen a válságnak egyszer vége van. Jó, meg kell gondolni, és mindennek vége van egyszer. A himlőjárvány is kipusztult, vagy eltűnt, tehát itt is az van, hogy a járványtól most mindenki fél, most mindenki be van tojva, de előbb-utóbb ez ki fog kopni. Az emberek tudatában még azért sokáig ott marad, tehát én azt hiszem, hogy legalábbis a mi családunk biztos, hogy nem fog egy következő pár évben elmenni egy kevésbé fejlett egészségügyi rendelkező országba. Tehát például most Vietnámban biztos, hogy nem építenék szállodát, bár igaz, hogy ő az egyetlen ország, ahol egyetlen egy haláleset sem történt, és megbetegedés sincsen, de ez vitatható, pont Kína mellett. Viszont az emberek nem fognak utazni távoli helyekre, inkább a belföldi turizmus fog menni, és szerintem a fogászat is jobban fog menni, mint eddig. Kérek tőled egy dátumot, egy évet, egy hónapot és egy napot, és persze fenntarthatod a tévedés jogát, hiszen még senki nem látja pontosan, hogy mi fog velünk történni. Mikor lesz szerinted az a nap, amikor az első paciens újra besétál a rendelőtökbe, és normál üzem mellett ki tudjátok őt szolgálni? Mivel hogy tőlünk 8 kilométerre már tudnak dolgozni a kollégák, én azt hiszem, hogy 2 héten belül mi is elkezdhetünk. Én 15-ére tippelek. Hogy mikor tudunk úgy dolgozni, mint tavaly ilyenkor, az szerintem egy év a járvány kitörésétől. Tehát karácsonyra érhetjük el szerintem azt a szintet, amikor azt tudom mondani, hogy na, most már körülbelül úgy érezzük magunkat, mint előtte. Előbb én nem hiszek benne, hogy ez összejönne. Az emberek bajban ismerik meg egymást. Tehát fantasztikus érzés számomra az, hogy a klinikán ez a kis csapat, ez a 88 ember, aki nálunk dolgozik, most mennyire összetart. Van egy Viber oldalunk, vagy több is, és ott megy a folyamatos levelezgetés, az egymásban az erőtartása, és hogyha bárkinek bármire szüksége van, akkor azonnal biztos, hogy lecsapnak rá többiek, és jönnek és segítenek. Miről van szó? Mivel a kert, vagy a srác, aki a ház körül rendbe tartja a dolgokat, most éppen máshol vállalt munkát, fogtechnikus kollégák önmaguk kitalálták, hogy lenyírják a füvet a ház körül. Azonnal 5-en jelentkeztek még hozzá, jött, aki lány volt és jött gerebézni, volt, aki a fűnyíróját hozta, és azonnal jönnek, mennek és dolgoznak. De bármi más, valakinek egy akváriumra van szüksége, földobta, és tömegével jelentkeznek a nem használt akváriumok, hogy nekem is van, nekem is van, nekem is van. Tehát egy olyan kapcsolatrendszer épült ki itt egymás között, ami normál esetben biztos, hogy nehezebben vagy nem került volna elő. De a klinikán belül is, hogyha például a fiam azt mondja, hogy van egy fájós beteg, én ezt szívesen megnézném, fölteszi az oldalra, hogy lányok, be tudna valaki jönni? Tak, 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 így jönnek az üzenetek, hogy én is jövök, én is jövök, én is jövök, azonnal segíteni neked. Tehát annyira összetart a csapat, hogy ez egy nagyon fantasztikus érzés számomra. Hát akkor ez legyen a végszó. Segítsünk egymásnak, figyeljünk egymásra. Dr. Tóka Józsefnek köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és ezzel a pozitív, motiváló beszélgetéssel is egy picit hozzásegített mindannyiunkat ahhoz, hogy a járványt túléljük. Ahogy hallották a kedves nézők, körülbelül 2 hét, amikor a Tóka doktor prognosztizálja, hogy egy picit változik a világ, és egy picit előrébb tudunk jutni mindannyian. Most pedig egy olyan képsorral zárjuk a mai beszélgetést, amiben Budapestet láthatjuk így a járvány sújtotta időszakban. Tudják ilyenkor lehet rácsodálkozni arra, hogy milyen fantasztikus is a város, és milyen különleges helyen élünk itt Magyarországon. Azt reméljük, hogy hamarosan mindenkivel találkozhatunk élőben is a Dental World-ön, hiszen tudják, idén lesz 20. éve, hogy Dental World van Magyarországon. Ez fog tehát októberben következni, és nagyon drukkolunk, hogy minél többükkel ott végre kezet is szoríthassunk. Tóka doktornak köszönöm még egyszer, hogy itt volt velünk. Viszontlátásra!